Sziasztok, Túró Rudit készítek házilag. Ennek az első lépése magának a túrónak az elkészítése. Vettem zsíros tejet, 3,8%-os, itt láthatjátok, elvileg nem tartósított. Első lépésben ezt a tejet három felé öntöm, ebbe a három edénybe. Voilà. És várni fogok egy pár napot, ameddig aludtej lesz belőle. Tehát akkor itt vagyunk a második lépésnél. Hagytam a tejet három napig aludni, ebben a három edényben. Most van péntek reggel, kedd reggel kezdtem az egészet. A második lépésben azt fogom csinálni, hogy felmelegítem a tejet ebben az edényben kb. 30-40 fokra. És utána át fogom önteni erre a konyharuhára, mert hagyni kell lecsöpögni szintén kb. Egy fél napot. És megvesz a túrom. Megvagyunk a melegítéssel, és az edénybe is átöntöttem a túrót. Most ez szépen lecsöpög. És jöhet majd a harmadik fázis. Megvan a túró, nem sok túró maradt, ez itt a savó. És a túró Rudihoz ízesíteni fogom a túrót, én mézzel, de cukorral is lehet, vagy kinek hogy tetszik. Ezután beteszem egy picit hűtőbe, és utána a jégkocka formába fogom betölteni. Megvan a jégkockában lefagyasztott túró, és most a csokit fogom megolvasztani hozzá, és aztán belemártogatom ezeket a kis túrókockákat a forró csokiba. Gyerünk! Megolvadt a csoki. Kiszedtem a túrókockákat. Hát ez a végeredmény, a csoki felkenés az nem ment annyira jól, de hát megvan a túró Rudi.